Felébredtem, és olyan fájdalmat éreztem a gyomromban, amilyet még sosem. Emilynek úgy tűnt, hogy a nap gyomorideggel indul, de a fájdalom erősödött. A fájdalom pontosan a gyomrom közepén érződött. Olyan volt, mintha szorosan összefacsarodna, majd kinyílna. Aztán a fájdalom szétterjedt egészen a nyelőcsőig. Hamar rájött, hogy az evés és az ivás csak ront a tüneteken. Egy idő után már egyáltalán nem akartam enni, mert akkor még rosszabbul lettem. Még az ivóvízre is azonnal beindult a gyomrom. A savlekötő sem segített. Próbáltam magamtól rájönni a gyógymódra, mert nem akartam orvoshoz menni. Gondoltam, hogy valami rossz dolog történik a gyomromban. A fájdalom nem hagyta nyugton, sem éjjel, sem nappal. Korábban sétáltam felkelés után, de ezt is abba hagytam. Teljesen elvesztettem minden örömömet. Csak szabadulni akartam a fájdalomtól. Néha kimentem a hátsó kertbe, és felnéztem az égre. Azt mondtam, Istenem, érintsd meg a testem. Egyik nap Emily bekapcsolta a 700-as klubot. Az adásban Terry így imádkozott. Valakinek gyomortünetei vannak, égető és sajgó fájdalom. Emiatt az egész élete megrekedt. De Isten most meggyógyítja önt. Az egész fekélyes szövet meggyógyul, és ön enni és normálisan emészteni fog. A Jézus nevében. Hirtelen belém hasított, hogy ez én vagyok. Elkezdtem ugrálni, a fájdalom pedig eltűnt. Emily azóta is fájdalom nélkül él, képes enni és inni és élvezni az életet, még mélyebb hálával Isten felé. Nincs fájdalom, ehetek, amit akarok. Csodásan érzem magam. Csak dicsérni tudom az Urat, hogy megérintette a testemet. Ez már régen történt, és a fájdalom nem tért vissza. Neki köszönhetem, hogy ma itt lehetek.